Ez közmeghallgatása, amit évente egy alkalommal az önkormányzat nyilvánosan tart. Ez a mai napra esett. Úgy látom, hogy elég kevés a résztvevő, de annak viszont nagyon örülök, hogy képviselő társaim. Úgy tűnik, hogy 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Teljes létszámban itt van, a polgármester elnézést kér. Nem tud a mai ülésen jelen lenni. Annyit mondanék, hogy ugye a közmeghallgatás tárgya az általában a lakosság és a képviselőtestület, illetve a hivatal közötti információ cseréről szólna. Kérdések, közérdekű problémák, egyebeknek a bejelentése, esetleg megvitatása vagy állásfoglalás kérése. Erről lenne a mai napi szó. Nem kerítenék nagy feneket a dolgot, nem kezdenék el arról beszélni, hogy mit tettünk eddig, mint sem. Látni látszik, hogy a település fenntartását azt megpróbáljuk azon a szinten végezni, ami az elmúlt években is. Annyit mondanék még, hogy a rendőrösünket majdnem 100%-osra elkészítettük. Decemberben azt hiszem, ha jól tudom jegyzni, ugye decemberben a rendőrség át fogja venni és be fogja lakni az épületet. Teljesen bebútorozottan, teljesen felújítottan. Ragyogó első osztályú kivitelezési munka eredményeként a rendőrről se jártuk készülni. Úgy tudom, januárban már üzemszerű működése lesz. Ha jól tudom, akkor 16 rendőrrel, akik hát nyilván ugye látásba fognak dolgozni. Még egy pályázatot nyertünk, egy 128 millió forintosat, ez pedig a szennyvíz átemelő kapacitás bővítése, ami a települési szennyvíz emeli át a Pécsi szennyvíz tisztító telepre. Ez azért nem nagy jelentőségű, mert így a csatorna közműnek a kapacitásával gyakorlatilag korlátlan lehetőségeink maradtak, akár ipari park létesítésre, akár az építési területekhez tartozó közmű engedélyek kiadásával kapcsolatban. Amikor ez elkészül, akkor a Csikósvölgynél is vissza lehet majd térni a közművesítésre, tehát esetleg ott van valakinek területe, és jelen pillanatban még nincs összközművel, akkor a közműtársulási létrehozásával a Csikósvölgynek a maradék közművesítési részét is el lehet majd végezni. Én ennyit mondanék így előzetesen. Jegyző úrnak van-e valami mondani valója most? Köszönöm szépen. Kiegészítésen lenne, várnák a tisztelt lakosok kérdéseit, észrevételeit a közmeghallgatás keretében. Jó, én azt javaslom, hogy kötetlenül, tehát nem kell felállni, esetleg bemutatkozni, mindenki ismerjen mindenkit, akivel beszélt. Elsőként annyit kérek, hogy mutatkozzunk be, és akkor utána várjuk a hozzászólásaikat. Látom, kevesen még. Köszönöm, akkor átadom a szót, kinek lenne. Fiatalok vagy? Idősek vagy fiatalok kezdjenek? Fiatalok? Fiatalok? Konkrétan a benzinkútról szeretnék érdeklődni, mert láttuk, hogy megkezdődtek a földmunkák. Mire számíthatunk? Hát úgy tudom, hogy a benzinkút építése az 2014-ben kell, hogy befejezzük, mert plusz két évet kaptak a beépítésre. A rendezési terv tartalmazza ezt a beépítési lehetőséget, tehát erre az építési engedélyt ki kell adjuk. Mindenképpen ezt Szabó, ezt mikor vásárolták ezt a területet? 2007-ben vásárolta meg a befektető ezt a területet. Nyilván akik közel laknak hozzá, azoknak nem egy nagy áldás, mert ezt elismerjük, de arra is gondoljuk, hogy 6300 ember van ezen a településen, és nincs benzinkútunk, valamint magánerős beruházás sem nagyon hajtódott végre az utóbbi másfél évben a recesszió hatására. Úgyhogy ennyit tudnék mondani, mindenféle környezetvédelmi szabálynak meg kell feleljenek majd. A közlekedést pedig úgy próbáljuk majd mindenképpen megoldani, hogy magán a településen lakókat, még a legközelebb lakókat sem nem zavarja ez a benzinkút. Esetleg ha több információra van szükség, akkor a jegyző úr és a
Szabó Miklós vezető főtanácsos úr fog erről hivatalosan tájékoztatást adni. Köszönöm. Kis Géza vagyok. Én bár érintve volt a beszámolóban, hogy ez a csukosvárgyi résznek a bejvíthetősége, hogy van-e valami konkrétum, vagy pedig csak még ezután, miután megtörténik ez a problémának a megoldás, az általában itt csak utána jön szóba, vagy pedig már tervezik ennek a megoldását. Ez a munka, milyen kifutási idejére szólt, hogy itt kezdünk rá is. Ez a munka, ez jövő márciusában kezdődhet ez a kivitelezési munka. Az abból fog állni, hogy ahol összegyűlik a szennyvíz itt a délnyugati részén, ott egy nagyobb átemelő rendszer lesz, tehát nagyobb szivattyú kapacitás és egy nagyobb csőkeresztetszet készül. Tehát a magának a településnek a szennyvíz rendszer az rendben van, csak az átemelt szennyvíz mennyiségét nem tudtuk, tehát azért nem lehetett rákötni. Ezt a Tettye forrásán ZRT nyilvánította ki ezt a helyzetet, tehát egyáltalán nem lehetett szennyvíz közmű hozzájárulást kapni, mert nem hajlandó többet fogadni, mert ő üzemelteti az átemelőt, és az átemelő van, amikor nem bírja ezt a kapacitást. Tehát ez akkor lesz aktuális, amikor az új átemelő kész van, át van adva. Akkor lehet majd a további szennyvízbővítéseket elérni. Ez egy jó év. Hát egy jó év. 2014-re készen szeretnénk lenni vele. Az attól is függ, ez egy pályázati támogatással megvalósul a dolog, hogy majd a pályázati pénzek hogy érkeznek, az engedélyeket mikor kapjuk meg rá. Annyit biztosan tudunk, jegyző úr volt a tárgyaláson? Annyit biztosan tudunk, hogy megnyertük a pályázatot és a munkát a telet majd kezdeni, és a jegyző úr tudna akkor arról a tárgyalásra tájékoztatást adni, amin jelen volt, hogy pontosan mi a menetrendünk. Igen, tehát röviden annyiban tudnám összefoglalni ennek a közműberuházásnak a hátterét, hogy négy település, Bogárd, Romonya, Nagykozár és Kozár-Misseny települések közösen pályáztak egy úgynevezett KEOP-os pályázat keretében erre a beruházásra. Ez összegészében nagyságrendileg egy 1,2 milliárd forintos beruházás, ami Kozár-Misseny egy 128 millió forint erejéig érinti. Konkrétan a beruházás közbeszerzés köteles, várhatóan a 2013-as év tavaszán folytatódik rá a közbeszerzési eljárás, és azt követően a nyertes kivitelező kezdheti meg ezt a beruházást. Ahogy alpolgármester úr elmondta, Kozár-Misenyt ez annyiban érinti, hogy Nagy Árpád irányába egy magasabb vagy nagyobb kapacitású szennyvíznyomó vezeték lefektetésére kerülne sor, ugyanis Kozár-Misenynek a szennyvizét a Pelléki szennyvíztisztító telep irányába vezetik el a településről, és a elvezetendő nagy mennyiségű szennyvizet ez a magasabb, nagyobb kapacitás vezetné el. Azt követően, hogy a beruházás ténylegesen elindul, tehát a kivitelező megkezdi úgymond az első kapavágás után a munkálatokat, azt a tájékoztatást kaptuk, hogy a 2014-es évre fog elkészülni ez a beruházás, tehát legkorábban akkor lehet visszatérni arra a kérdésre, hogy Csikós völgy esetében hogyan lehet plusz közműengedélyeket, illetve plusz rácsatlakozásokat eszközölni a rendszeren. Van még valami egyéb kérdése? Gyakorlatos vagyok. Én azt szeretném megkérdezni, többféle itt lehetett dolgozni 2013. január 1-től az általános iskolákkal más formában fognak üzemelni, és hogy fog üzemelni a óvod, a bölcsőde és a művelődési ház konkrétan, ha már döntés születne. Köszönöm szépen, ez egy nagyon aktuális kérdés. Amit én a televízióban, meg az újságban nyilatkoztam, az már úgy tűnik nem igaz. Elnézést kérek, nem szándékosan történt így. Változtak az előírások.
úgy tűnik. Én úgy tudom, a legutolsó információm az, hogy a DDOP és pályázatú intézményeket nem bontják szét. Tehát ott az iskola, ott a bölcsőde és a kultúrház egyben fog állami fenntartásúvá válni. Jól mondom, én szerintem, ugye? Nincs elfogadva. Nincs elfogadva. Nincs elfogadva. Ámbor képviselő szóljon hozzá nyugodtan, hogyha pontosabb információi vannak, mint minden tanárember, tehát lehet, hogy ennél többet tudnék nálunk. Sajnos nem született még döntés a parlamentet. Tehát amit a polgármester elmondott, az van tervezetben, de bonyolítás még nincs. Majd ha a parlament jóvá hagyta, akkor ezt mondjuk. Ez még változhat akkor is. Egy hónapban biztos. Sőt, elmondom azt, hogy 172 módosító indítványban elzde egy törvényjavaslathoz, úgyhogy akkor benne van-e, hogy fog működni ezután az ilyen jellegű általános, nem tudom. Én úgy gondolom, ennek az oka az lehet, hogy Európai Uniós pályázaton nyertünk 250 millió forintot erre a beruházásra, és nyilván az uniós pályázatnak meg kell felelni a továbbiakban is. Tehát, hogyha úgy pályáztunk, hogy óvoda, bölcsőde, iskola és kultúrház együtt, akkor valószínű, hogy csak abban az esetben fogadja el az unió a 5 éves periódusban ellenőrzéseket tartanak, hogy a projekt szerinti működés, illetve a projekt szerinti események, azok megtörténnek el a komplet intézménynek. És én úgy gondolom, hogy akik ilyen uniós pályázatú intézmények az országban, azokat azért nem lehet szétmondani, mert abban az esetben ugye nem teljesülnek az uniós elvárások, és abban az esetben vissza kell fizetni azt az összeget, amivel az Európai Unió támogatta ezeket a építéseket. De ezt csak gondolom egyenlőre, de így tartanám logikusan. Úgyhogy még egy kis türelmet kérünk, és amikor már minden tiszta lesz és világos, akkor fogunk erről tájékoztatni, akár írásban, akár a televízión keresztül, akár valaki személyesen érdeklődik szóban is. Én úgy tudom, hogy ez a létszámát nem érinti az intézménynek sem, a foglalkoztatott létszámot, sem a gyerek létszámot. Hogyha így marad a rendszer, ahogy most ugye elfogadás előtt van, ahogy a képviselő is mondta, akkor mi a működtetők leszünk, a fenntartó lesz a magyar állam. A magyar államhoz fog tartozni a munkáltatói joggyakorlás és a szakmai felügyelet úgy nagyjából. Tehát azért mondom nagyjából, mert ugye pontosabban még nem tudunk semmit. A miénk pedig az építmények fenntartása és üzemeltetése, tehát a rezsiköltségek, és lesz kapcsolódó egyéb költségek fognak ide tartozni. Annak a önkormányzatnak kell a működtetést megoldani, amelyik önkormányzat tulajdonolja az ingatlant és a rajta levő felépítményt, tehát az iskola, a bölcsőde épületét, illetve akinek a helyrezi szám szerinti illetékeségű területén találás. Ennyit. Képviselő úr, vagy bocsánat, elnök úr. Köszönöm szépen a polgármester Keszter Lászlónak a közelségében a képviselője, bizottság elnöke. Arról szerint a tájékoztatás kapcsán, mert én nem vettem részt ezek a tárgyalásokkal szerint a kapcsolatban, most ugye Géza felhozta. Azért tudunk-e olyan információt adni a lakosságnak, hogy az új nyomóvezeték, tehát melyik irányba fogja intézményben mondani, a várost érinteni, ugye itt a lakások véget, ugye gondolom a közterületek véget is, és az, nekik is majd el kell gondolkodni, hogy ahogy gyorsan, de nuhászunk be esetleg, ami mondjuk ezt későbbiekben ugye a várostak egy fölösleges kiadást lenne, hogyha valami, vagy a mikroskóban alakítani tájékoztatjuk csak a lakosságot, hogy milyen kalamajkával járunk itt van a városunknak. Tehát elnök úr, nyomvonalát szerintem, és azt, hogy hol lesz maga az átemelő? Hát mondjuk az átemelő lehet, hogy ott lesz a testvérben, mert valahol, mert ugye van hely, de azt, hogy a nyomvonala, azt gondolom érintít a... Főtanácsosan tudunk erre most válaszolni? Hogy de természetesen az átemelő az a végül, de átemelő északi oldalára tud kerülni. A nyomóvezeték pedig onnan indul föl északi irányba, a látványtónak a keleti oldalán, hogy fölmenni. Az árok mentén elindí az 50-es utat, ott elfordul balra, átmegy az árok alatt, és úgy megy az 50-es út mentén végig a Nagy Árpádék befogadóig.
Tervben viszont a második minimálisokat érint. Jó, köszönöm szépen. Köszönjük, hogy ennek úrra a válasz akkor rendben volt. Csak a lakosság tudja, hogy nem. Esetleg pont a tom mellett fog elmenni, hogy amit most ahogy levetettünk, azért nem lett volna egy jó dolog. Igen, bár ma már úgy tudom, a technológia olyan zárt rendszerű, hogy ez a Balaton is le van teljesen közművesítve, úgyhogy nem okozni. De hát ismerve, hogy a sokat előtt a helyzet. Ez a sok össze-vissza turkálás, utaszakadásokat azért ezt ez igaz, ez nem szeretnék, hogy ez nem még egyszer gyerek volna. Valaki jelentkezett. Tessék, parancsa. Most itt a Tóth-Erdek vagyok a Rákos utcából, hát egy több dolgot mondok. Az első dolgom egy elég régi, valamikor 3 évvel ezelőtt voltam, hogy köszönöm a hallgatásról. Ez egy kicsit egyéb jellegű probléma, az útról, az igazságban, a betonik az víz, a csapadék víz. Akkor a polgármester úr azt mondta a társaságnak, az illetékeseknek, hogy nézzétek meg és csinálják valamit. Hát azóta is nézik és csinálják. De hát ezt itt a képviselő, vörös képviselő társuk az nagyon jól tudja ezt a problémámat. Hát ezt szeretném kicsit felélénkíteni, hogy valamit kellene tenni. Most nekem, én hát Vörös Istvánnal szemben lakom az út nyugati oldalán, gyakorlatilag a vízfolyásnak egy sorok vonalába esek, és tehát hozzám csapódik be a jelentős csapadékvíz mennyiség, és ez belefolyik a vízorra, a aknába, hát és most sem végig tulajdonképpen az ingatlan. Ez az egyik apróságom. A másik az, mert a Szabó úrnál már jártam benne a napokban, mondta, hogy tegyek egy beadványt írásban, nem tettem még meg. Talán nem is muszáj, hogyha itt is elhangzik ez a dolog. A hozzám is mennyi vízfolyás, amely a tavakon keresztül folyik lefelé a gyártárnak, és ugye a két tó között az Egyesület és a Maszek tó között van a Völgyhíd. Völgyhíd alatt folyik át ez a vízfolyás. Völgyhíd előtt a kivitelezők, hát egy provizórium jelleg ilyen, egy kicsike kis átkeresztel átjárást létesítettek munka idejére. Sajnos azóta se bontották el ezt az átjárót. Hát egyszer le van szűkítve nagyon erősen a vízfolyás, és tulajdonképpen visszadúzhatnak a víz az egész a tavak, tehát az Egyesületi tóig. Másik probléma pedig ezáltal, hogy itt van átjárási lehetőség, az út mellett a magáningatlanokon keresztül illegális út alakult ki a régi földútig, amely átölt megy a tavak mellett Nagy Árpád irányába. Tulajdonképpen ezt a műszakilag is vízügyi szempontból is meg kell szüntetni ugye ezt az átjárást, vagy szabályosra építik ki, ugye megfelelő paraméterekkel, vagy pedig tehát meg kell szüntetni sürgősen. A következő, amivel pedig szeretnék mondani, hogy elég sok helyen a dűlőutakat leszűkítik, lefoglalják, beszántják. Most ezeket tulajdonképpen a mező részlet, ugye többször személyesen beszélgettem is vele, és mégsem történik semmiféle intézkedés. Most vannak olyan dűlőutak, ugye az alsóhely dűlői rész, ahol hát többen laknak, új tulajdonosok vannak, nem elég, hogy igyekszik, el is keríti tulajdonképpen. Most van olyan új gazda, akinek szól, tehát én személyesen is szóltam, hogy hát nem ott van a határ, fölösleges, vagy nem kellene kikeríteni tulajdonképpen. Azt mondja, majd ha szólnak, akkor visszaadom a kerítést. Most ugye ezzel az utóbbi esetben nagyon konkrétan meg lehet határolni, vagy meg lehet látni, hogy hol van a határ, mert a közelmúltban
épült villanyvezeték, ugye, és az a határokon kívül van, ezzel szemben a villanyvezetéknek a vonalát is bekerítik meg egyébként. Szóval én úgy érzem, hogy ezeket nem lenne szabad engedni, vagy ha már valaki nagyon be akarja keríteni, akkor fizessen érte területhasználat a díjat, mint közterületet, vagy szüntessen meg tulajdonképpen. És hát van még egy egész kis apróság, szintén ilyen beszámtási dolog, a temető felé, ahogy megyünk ki, tehát a Mislányi temető felé, ugye ott egy aránylag széles zöld sáv van az út mellett, és most már nagyon szépen rendbe is van téve, annyi az egész, hogy ott van egy-két ingatlan, ami ugyanúgy kiszántódik az útig, mint ahogy sok-sok más helyen is. Most ez emellett az út mellett gyakorlatilag lefelé, ugye az jön le a Sikós-völgyi részre, tehát az új tó irányába. Az az út egy jelentős szélességű erdősávokkal határolt út volt, ma már ott annyira beszántották azt is, hogy szinte két traktor nem fér el egymás mellett, és ez nagyon is itt van benne a településen tulajdonképpen. Köszönöm szépen a felvetéseket. A utakkal kapcsolatban ez személyjegyzői hatáskörben intézhető lesz, tehát a második két kérdésre a jegyző most egy tájékoztató választ tud adni. Igen, hát nem ismeretlenül kormányzatunk előtt, hogy beszántott, beerdősült földutak több helyen akadályozzák a közlekedést. Ez egy meglehetősen komplex probléma, a hivatal már azt mondhatom, hogy az éveleje óta dolgozik azon, hogy pontosan bemérje, felmérje azokat a területeket, hogy térképileg, eredetileg hol mennek az önkormányzati utak, azok helyreállíthatóak legyenek, hogy megfelelően lehessen közlekedni adott esetben egy tűzoltóautónak, egy mentőautónak, hogyha egy helyszínt kell megközelíteni, mert sok esetben ez is problémát jelent. Felkutatjuk folyamatosan, hogy kik azok a személyek, akik valószínűsíthetően beszántották ezeket az utakat, és több felszólítást is már az idei évben eszközöltünk ezekkel kapcsolatban. A konkrét két esetet azt rögzítettük, meg fogjuk nézni Tóth úr felvetésére ezeket. Gyakorlatilag ilyen esetben nyilván a hivatal megfelelő lépéseket megteszi, nevezetesen felszólítja azt az érintett ingatlan tulajdonost, aki beszántja az önkormányzati tulajdonú közutat, hogy haladéktalanul állítsa vissza az eredeti állapotot. Amennyiben ennek nem tesz eleget, nincs más lehetősége az önkormányzatnak, mint hogy bírósághoz forduljon és egy peres úton szerezzen érvényt az igazának. Több ilyen eljárás már előkészítés szakaszában van. Ezekben az ügyekben is meg fogjuk nézni, hogy mi a lehető legrövidebb és leghatékonyabb megoldás. Ha a polgársúr megengedi, a vizekkel kapcsolatban is két gondolatot mondanék. Tehát egyrészt, ami konkrétan említeni tetszett, két helyszínt a Rákóczi utcában az ingatlan előtti vízbefolyást, illetőleg a másik a két tó között ez az átterez kérdése. Én azt gondolom, hogy ezt pontosan meg fogjuk nézni a hivatal műszaki kollégáival, és akkor azt követően egy megnyugtató megoldást megpróbálunk megtalálni, és arról tájékoztatni fogjuk. Köszönöm. Köszönöm, jegyző úr. Annyit még hozzátennék, hogy a Viola utca is sajnos egy ilyen terület, ott is többször, hogyha nagy esőzés van, tehát ezek a hirtelen nagy felhőszakadások vannak, ott is néhány ingatlanra befolyik a víz. Ezeknek a megoldását megpróbáljuk valami olyan műszaki megoldással kompenzálni, hogy ez ne forduljon elő. Egyébként rendkívül költséges, és az a probléma, hogy ez így megterveztetett csapadék elvezetési rendszer, de az időjárás változás, tehát ez a nagyon nagy mennyiségű, intenzíven lehulló csapadék, ez nem lett bekalkulálva ezekben a rendszerekben. Nyilván egy régebbi területnél pedig még főleg nincs. Itt először is meg kell vizsgáljuk azt, hogy ez mennyiben lakossági teher, és mennyiben lehet önkormányzati teher. Amennyiben az önkormányzat fel tudja ezt vállalni, nyilvánvalóan az önkormányzat meg fogja
ezeket oldani, ezeket a problémákat. Ehhez viszont türelmet kérünk, mert ezt mondom, mert nem csak egy, sajnos egy egyedi eset, hanem a Viola utcánál több helyen is előfordul ilyen, hogy betör a víz, és azok még mélyen fekvő telkek is, tehát meg is áll bent a telkeken a víz. Amit viszont elfelejtettem, a képviselő testület határozott képességét ki kell hirdetnem közmeghallgatás alkalmával. Isten képviselő testület határozott képes, és jegyzőkönyv hitelesítésre két főt meg kell szavazni. Az egyik főt javasolnám Keszler László személyében, a másikat pedig Sárk Valéria személyében. Nem ma. Jegyzőkönyv hitelesítés. Jó, jó, akkor egy másik jelöltet keresnék a feladatra, Jámbor Attila. Aki egyetért Keszler László személyével készfeltartással szavazzon. Köszönöm szépen, ellenvélemény és tartózkodás nincs. Aki egyetért Jámbor Attila képviselő személyével. Köszönöm, ellenvélemény és tartózkodás nincs. Tehát akkor a formalitásnak is megfeleltem, ha már ezzel kellett volna kezdeni a mai. Igen, van-e még olyan kérdés, amire kíváncsiak lennének? A benzinkúttal kapcsolatban én azért nem nagyon merek most konkrét a tájékoztatást adni, mert azt nem tudom eldönteni, mert 2007-es volt ez a téma, hogy a rendezési terv szerint, az a besorolás szerint esetleg, hogyha segítene benne az ügyintéző úr, hogy volt ez időrend és a rendben? Tehát hogy történt a besorolás? Én kire tartott a lakótelet, és az gazdasági terület volt, először védelmi volt, és gazdasági területet átmésítve, nagyjából egy időben történtek ezek. Nem is ez a lényeg, hanem az, hogy jelen pillanatban a gazdasági vezet besorolású, és építkezés ott még nem folyik, ott régészeti erőfeltárásokat folytatnak, hogy egyáltalán kell ott régészeti feltárást folytatni. Még is emlékszem, hogy kiemelt, hogy nem jutottak be, úgyhogy nem is tudjuk, hogy de esetleg mindenkit úgy kell csinálni, hogy a lakóvármester is mondta, minden környezetvédelmi szempontból meg kellett felelni. És ugye a lakóvezetés, a gazdasági ügyletet, azokat a bizonyos védő távolságot és védő berendezéseket is el kell helyezni. Gondolok itt fásítása, erdősítése, esetleg a telepviszonyokat tudja alakítani. Igen? Igen. Például. Így van. Ezeket mindenki kell csinálni. És abszolút a közlekedést is úgy próbáljuk, bocsánat. Amit erről ismerek, erről a benzinkút kialakításról, úgy tudom, hogy az elképzelés az, hogy a körforgalomból lehet majd bemenni a benzinkútba, és utána az Erkély útra lehet kimenni, úgyhogy semmiképp se a település felé. Tehát a település felé és ebben se kimenni. És ha úgy lehet kapcsolatban, kimenjük az 50-es útra, körforgalom rámegyük, és úgy gondolom. Az a régen ott egy ilyen tézősáv fogja elválasztani a Vél utcától. És ugye még annyi, hogy ha a domborzati viszonyokat egy kicsit is kerülök, látjuk, hogy a Vél utca, az Illium utcának a burkolata, az út burkolata, az összekötő úton az útokat a körbe egy szinten, és köztem nagyon nagy dolog. Most abban a domban lesz, hogy valami úton módon behíztek be, úgyhogy még ez a védő is megmaradhat, ez a védősáv is. De mondom, ez még nagyon korai, még nincs engedélyezési stádiumban, még csak velük készítések vannak. Köszönöm, nem tudtuk a részleteket, és nagyon számítottunk rá, hogy esetleg ma már szóval kerül. Mi is csak ennyit tudunk. Én is csak ennyit tudom, illetve az, ami így említették, hogy ott elkezdődik munkát, hogy az régészeti előfeltárások. Régészek nézik azt, hogy egyáltalán van volt valami kutató való, mert az összekötő után ott volt, ott elég sok munkát végezték, és elég komoly lehetőséget tartott. Nagyon szépen. A régészeti előfeltárás kötelező jelenlegi, tehát azt mindenképp meg kell csinálni. Akkor kis forgatunk, addig az emberi napok voltam, hogy boldogosan ezt keresünk. De mondom, ez csak a régészeti előfeltárások. Tóth úr, arról van szó, hogy ott valóban folyik fel földmunka. Földmunka egy régészeti előfeltárás. Nincsen probléma, kérdés, csak úgy mondjuk, hogy
És az építető köteles minden, minden új beépítési ingatlannál ezeket a feltárásokat elvégeztetni, és amennyiben a régészeti leletek fellelhetőek, illetve van rá esélye, hogy találnak régészeti leleteket, a teljes régészeti feltárásnak is meg kell előzni az építést, úgyhogy lehet, hogy még egy évet is. Még az, hogy ahogy így hallottuk a végészetről, akkor a 2,5 kilométer mélységben van a kubáni is. Úgyhogy nekik oda le kell menni, hogy egyáltalán találnak, hogy valamikor találnak, akkor lesz komolyan a feltárás, és az ezek után lehetséges mindenféle kérdés. Köszönöm, akkor a tanácsadóra. Ki szerettem én? Képviselő? Rács képviselő úr. Köszönöm, apagást úr. Nekem csak egy kérdésem lenne. Tóthus említette, és jó magam is részt vettem pár lakossági fórumon, ahol elhangzottak különböző ígéretek, és nem tudtuk, hogy ezeknek mi lett az utóélete. És mivel ez egy testületülésnek minősül, én azt szeretném kérni, hogy a januári, mert a december az már ugye közel van, a januári testületi ülésen az első napirendi pontnál lejárt határidejű határozatoknál tájékoztatás legyen arról, azokról a dolgokról, amikre egy ígéretet tettünk, hogy meg fogja nézni a hivatal, vagy hogy valami előkészület lesz benne, tehát hogy a képviselőtestület tudjon róla, hogy mi történt ezekben az ügyekben, hiszen itt nem hozunk határozatot és nem döntünk róla, de jó lenne tudni, hogy valóban amikre tettünk ígéretet, azokra mi történt, a tájékoztatásokra gondolok, hanem az ígéretekkel kapcsolatban. Köszönöm. Köszönöm, képviselő úr, egyetértek a felvetésére. A januári testületi ülésre tudnánk, mert elég szűk a határidő, az megfelel akkor. Kívánja, hogy megszavaztassuk ezt, vagy elég, ha jegyzőkönyvbe lesz? Hát, ezt Jerzi úr tudja, hogy meg kell szavaztatnunk. Rögzítettük a felvetést, természetesen külön szavazás nélkül ennek eleget fogunk tenni. Köszönöm. Úgyhogy ha nem lejárt határidejű, akkor valamilyen tájékoztatási formában egy napirendet be fog kérni. Jó, köszönöm szépen! Képviselőtársaimnak kaptak szót, akik éltek vele, köszönöm szépen, akik jelen voltak, azoknak is köszönöm, de mindenek előtt akkor azoknak a kozáni sajnálatok, akik megtiszteltek bennünket, hogy eljöttek a közmeghallgatásra, és a Rács képviselő úr lesz rá a garancia, hogy minden egyes kérdésben a hivatal, illetve a képviselőtestület valamilyen döntést fog hozni, és arról önöket tájékoztatni fog. Akkor bezárnám az ülést, amit senkinek ezzel kapcsolatban. Elnök úr? Köszönöm szépen, alpolgármester úr, hogy a hölgynek szeretnél egy javaslatot tenni, mint képviselő, elfogadjam. Ez egyik észre gondolatékot azon a környéken. Mert én értem az önképviselőt, csak hogy nem mondtam. Itt aggályok vannak a benzinkóta, hívom vagy? Ez a kérdés, ebben tisztán vagyok, és hogy mondjam, nem is tudok állítani. Az arra megkérem, hogy tegyen egy írásos kérdést csoportot fel, küldjük a hivatal fele, vagyis majd a képviseletet fele, és akkor pontosan megpróbálunk orvosolást találni ennek a kérdésnek. Jó? Hát én értettem az ő kérdését, és már nem először teszítem itt az emberek, illetve írásos vagyok is, úgyhogy hajrá! Jó? Köszönöm szépen, elnök úr. Hát akkor megköszönöm mindenkinek a részvételt. Viszontlátásra, jó éjszakát kívánok esetleg.